Nekem nagyon érdekes volt, hogy tényleg egy gyárnak a belülről megismerni, és látni, hogy az a 80 év az mivel, tehát milyen fejlődésen ment keresztül. Rengeteg anyagból kellett összeválogatni ezt a félórányi ismeretanyagot, információt. Tanuljuk a történelmet, háborúkat, de az, hogy egy gazdaságilag felépített gyárról hogyan hat és milyen hatásai lehetnek rá, erre nem tudunk rálátni, és ez is nagyon sokat tudott adni. A köfém történetéről pedig nem is beszélve, tehát arról egy napig lehetne beszélni. Üdvözöllek itt az Arkonik 80. évfordulóján. Szia, én Gedő Zoltán vagyok, és örülök, hogy beszélgethetünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy neked mi a feladatod az Arkoniknál, és arra szeretnélek téged megkérni, hogy mutasd be a témádat, amit nekünk hoztál. Hosszasan lehetne mesélni arról, mik voltak és mik a feladataim. Hát több mint 23 éve dolgozok itt, és ezeknek az éveknek van egy közös vonása, a hengerlés. Tehát ezt a 23 évet nagyjából a hengerlési területen töltöttem, ezért a mai nap folyamán a hengerlésről szeretnék beszélni. A berendezésekről, és lesz benne egy kis köfém történelem is. Először én szeretnék kérdezni tőled, ezért egy rejtvénnyel indítunk, majd beszélni szeretnék a hengerlésről, hengerállványok történetéről, majd lesz egy kis köfém történelem, majd szeretnélek egy kis virtuális gyárlátogatásra invitálni a hengerlési területen, és szívesen látom a kérdéseidet, hogyha lesznek közben. Akkor ezen az ábrán és a következő ábrán különböző alkatrészeket látsz, különböző részegységeket, az autóalkatrészeket közlekedés területéről, illetve itt háztartásban használatos eszközöket. Kérdésem az lenne, hogy mi a közös bennük? Gondolom, hogy mindnek köze van magához az Arkonik köfémhez is és a hengerléshez is. Nagyon jó válasz. Akkor most láthattuk azt, hogy milyen tárgyakat tudunk létrehozni hengerléssel, és amit minden napokban is láthatunk. Az lenne a kérdésem, hogy mi is az a hengerlés? Hengerlés az ez olyan téma, amiről hát órákat, napokat lehetne mesélni, de röviden össze lehetne foglalni, akkor igazából hengerlés alatt azt a műveletet értjük, amikor összeforgó hengerpárok között átereztünk egy anyagot, és közben ennek a vastagsága csökken. Azért beszélek anyagról, mert nem csak alumíniumot hengerlünk, hanem mindenféle más fémet, sőt, ha háztartásban nézzük a tésztanyújtás is, egyfajta hengerlés, bár egy hengerrel. A baloldali képen láthatsz egy primitív kézzel hajtott hengerállványt. Ilyen hasonló hengerállványokkal nyújtották az aranyat, ezüstöt, olmot még a középkorban. Ha hengerlésről beszélünk, akkor nem tudjuk kikerülni azt, hogy Leonardo da Vinci nevét említsük, aki 1485-ben már lerajzolta és leírta a hengerállványnak az elvét. Nincs arra bizonyíték, hogy ezt a valóságban is megvalósította volna. Ismerjük Leonardo da Vincit, tehát ő egy tudós, művész, polihisztor volt, rengeteg találmánya volt, azok közül nem minden valósult meg, például a helikopter, repülő, páncélozott jármű, robotkar, ezeket csak az utókor valósította meg, de ezeknek az elveknek a kitalálása jelzi, hogy milyen lángelmével állunk szemben. Ha tovább haladunk, akkor 1650-től már a maiakhoz hasonló hengerállványokat kezdenek használni. Ez egy duó hengerállvány.
látható a két munkahenger, hátul a hajtás, illetve felül a hengerek közötti rés állítására szolgálatos kerék. Kezdetben ezeket a hengerállványokat vízzel hajtották, lehet, hogy pont ezért nevezik angolul a hengerállványokat is mélnek, tehát mint a malmot. Az 1700-as években jelentek meg a gőzgéppel meghajtott hengerállványok, majd az 1900-as évek elején jelent meg az egyenáramú villanymotor, mint hengerállványhajtás. Manapság már frekvenciaváltós váltóáramú motorokat használnak a hengerállványok hajtására. 1860-ban hasonló módon hengereltek egy meleghengerállványon, kézzel adagolták az anyagot, a hengerállítás is kézzel történt, látjuk az állvány tetején áll az a ember és forgatja az állítókart, és azt is tudni kell, hogy a hengereknek a csiszolása is kézzel történt. Érdemes megjegyezni ezt a képet, mert később egy hasonló állványt fogok majd mutatni. Fejlődött a világ, megjelentek az úgynevezett kvartó hengerállványok. A munkahengereket támhengerekkel támasztották meg, ezáltal a merevségük növekedett, nem volt olyan nagy a kihajlás, mint korábban. A terhelés is a nagyobb átmérőjű támhenger csapágyra jutott. A modern hengerállványokon ezekhez az újításokhoz képest megjelent a hidraulikus hengerállítás, ami gyorsabb hengerállítást, illetve vastagságszabályozást tett lehetővé, illetve a csapágytőkékbe beépítésre kerültek az úgynevezett hengerhajlító hengerek, amik lehetővé tették, hogy a munkahengert mindkét irányban meg lehessen hajlítani, ezzel szabályozták és szabályozzuk a szalag, keresztirányú szalag profilt. Most evezzünk hazai vizekre. A 80 év történelmét nem lehet három diában összesűríteni, de szeretnék egy pár fontos információt elmondani neked a köfémről. Második világháborúban volt egy olyan német elhatározás, hogy Magyarország legyen a Németországnak a alumínium termelő gyártó hátországa, és 1941. június 25-én a berlini Dürener metálverke és a Magyar Bauxit bánya RT megállapodott egy könnyű fémmű építéséről. A Dürener metálverke már akkor is tulajdonosa volt részvényese volt a Magyar Bauxit bánya RT-nek, és azzal a céllal szerettek volna egy könnyűféműt, öntöde hengerművet építeni, hogy a repülőgép javításhoz szükséges lemezeket gyárthassák. Felépült a gyár, 43. április 21-én történt az első üzemszerű hengerlés. Sajnos az időhiány miatt egy használt berendezést telepítettek át Berlinből, egy olyat, ami már 1906-ban javában hengerelt. 1943. decemberben telepítették a keskeny szalaghengersort, és ezzel befejeződött a háború alatti fejlesztések sora, mert közeledett a front, menekültek a németek, közeledtek a szovjetek, és 44. december 4-én elrendelték nem csak a köfém, hanem az összes környékbeli fontos üzemnek a bénítását, ami azt jelentette, hogy leszerelték a motorokat és szerszámgépeket, és vagonokra pakolták, valamint elszállították a félkész árukat és a nyersanyagokat is. Közben többször is átvonult a front Székesfehérvár fölött, hát mint
tudjuk, rengeteg bomba találat érte a várost, főleg az állomás, vasútállomás környékét, de szerencsére a köfém nem károsodott. El lehet mondani, hogy maga a bénítás, tehát a gépek leszerelése nagyobb kárt okozott, mint maga a bombázás. Háború után, 45. szeptemberében következett az újabb csapás. A háborús jóvátétel keretében elkezdték leszerelni a gépi berendezéseket, azzal a célra, hogy Szovjetunióba szállítsák. Ez eléggé vontatottan történt, meg is volt az eredménye, mert a leszerelés igazából nem történt meg, és 46. január 30-án, amikor a Potsdami Egyezmény alapján a német tulajdon szovjet kézbe került, a köfémnek a 33,3%-os német tulajdon része is szovjet tulajdon lett, így megmenekült az üzem. Háború után az első fejlesztés során lecserélték az elavult duo és trio hengerállványokat, majd az első ütemben épült egy új öntöde és présmű. De igazából, ami a hengerműnek volt egy nagy fejlesztés, az a gyárfejlesztés második üteme volt, amikor megépült az új 600 méter hosszú üzemcsarnok. Rengeteg, és ezzel párhuzamosan a hengerlési tuskó öntöde, és teljesen új berendezéseket telepítettek a csarnokba. Tuskómarógépet, tuskóerőmelegítő kemencéket, három szovjet gyártmányú hengersort, hőkezelő kemencéket, illetve kikészítő berendezéseket. Ezzel a második ütemmel a hengerműnek a kapacitása 60 ezer tonna per évre emelkedett. Majd 73-76-ban következett a gyárfejlesztésnek a harmadik üteme, ekkor 71.500 tonna per év lett a kapacitás, újabb kikészítő berendezéseket, lágyító kemencét telepítettek, illetve modernizálták a hengersorokat. A negyedik ütembe, ekkor 75 és 83 között települt sok olyan berendezés, ami manapság is a helyén van. A régi előmelegítő kemencék mellé telepítettek kettő darab új tuskó előmelegítő kemencét, majd a meleghengersor és a hideghengersorok oly mértékű rekonstrukcióval következett, kivéve a egyes számú hideghengerállvány, hogy 2-3 tonna helyett 7,2 tonna tömegű tuskót bírtak hengerelni, és ami fontos, telepítettek vadonatúj, akkor modernnek számító gépsorokat is, például a 3-as számú hideghengerállvány, az egy japán hengerállvány, illetve egy Ungerer gyártmányú nyújtó, zsírtalanító sor. A következő nagyobb projekt, ekkor már itt dolgoztam, amikor ez zajlott, volt a tuskó méretnövelés projekt volt, itt a tuskó tömeg 11 tonnára növekedett, át kellett alakítani a tuskó erőmelegítő kemencéket, hogy beférjenek a megnövekedett méretű tuskók, illetve hogy a hengerállványok is tudják fogadni a nagyobb tuskókat, illetve új kemencéket telepítettünk. Végül 2007-ben volt az utolsó ilyen nagyobb fejlesztési projekt, kb. 40 millió dolláros összértékű projekt volt, ekkor került telepítést a Zakhenbak vékony szalaghengersor és egy Danieli Fröling hasítósor, valamint új köszörűgépet szereztünk be, és még sok egyéb fejlesztés, erről nem szeretnék beszélni, mert Bére Zsolt kollégám valószínűleg ezekről részletesen beszélt. Térjünk rá a gyártási technológiára. Ez egy tipikus gyártási termékútvonalnak az első része. Öntés, fűrészelés az öntödébe történik, majd a tuskótárolóról bekerül a tuskó a tuskómaróra, marás céljából, előmelegítés után meleghengerlés, majd hideghengerlés következik.
és egy pár szót arról, hogy miből készülnek a hengerelt anyagok, az Öntöde terméke a hengerlési tuskó, ezeknek a mérete 520x1500x5100 mm, és a maximális tömegük 11 tonna. Csak így összehasonlításképpen a Golfomnak a saját tömege 1100 kiló, tehát ez 9, akárhány szorosa az én autóm tömegének. Jó, az első technológia lépés a tuskómarás, a Waldrick tuskómaró gépsoron. Én azt szeretném kérdezni, hogy erre miért is van szükség, hogy miért nem kerülhetnek egyből hengerlésre a tuskók? Volt olyan időszak, amikor a tuskókat marás nélkül hengerelték, tehát egyszerűen egy mosóberendezésen ment át, csak hogy lemossa róla a külső felületen levő koszt, piszkot, de ezekből a tuskókból nem lehet ezt jó felületi minőségű anyagot hengerelni. Ugyanis az öntött kérget feltétlenül el kell távolítani, nem csak azért, mert piszkos, poros, olajos lehet, hanem a szerkezete nem olyan, amiből megfelelő minőségű anyagot lehet hengerelni. Tehát van egy dúsult, meg egy elszegényedett réteg a kéregben, és attól függően, hogy milyen minőségű terméket akarunk gyártani, tehát vagy a dúsult réteget, vagy mindkettőt el kell távolítani. A legfontosabb alkatrésze ott a alul látható 2 méter átmérőjű marófej, amin 21 darab maró lapka van. A tuskó a jobb felső sarokban látható asztalra kerül, azon rögzítik, majd az asztal áttolja a marófej alatt a tuskót, amelyik lemarja a megfelelő réteget róla. Annyit kell még tudni, hogy legújabb fejlesztésként elláttuk egy ilyen lézeres 2D szkennerrel, marás előtt végig szkenneri a felületet, és megállapítja, hogy melyik a legmélyebb pontja a felületnek. A mart réteg eltávolítását pedig ehhez állítjuk be. Így biztosítjuk, hogy mindig, minden esetben a megfelelő vastagságú réteg el van távolítva róla. Pár szót arról, hogy miért beszélünk meleg állványról és hideg állványról. Tudni kell, hogy képlékeny alakításnak két fajtája van, a meleg alakítás, amikor a tuskót hengereljük, és ezt anélkül nem tudnánk vékony szalaggá alakítani, hogy ne melegítenénk elő a 500-510 fok hőmérsékletre, míg a hideg hengerlés az a szobahőmérsékleten kezdődik, és a legnagyobb fogyás alakítás során sem megy 110-120 fok fölé a hőmérséklete. Viszont, tehát minél nagyobb alakítás kap, annál jobban nő a szilárdsága, tehát egy bizonyos pont után már nem alakítható. Ekkor jönnek elő a hőkezelő kemencők, és a hőkezelés során az anyagot kilágyítva újra alakíthatóvá tesszük, amint erről Nagy Csaba kollégám már egy másik előadásban beszélt. A köfényben 2 darab áttoló kemencét használunk. Azért áttoló, mert tehát úgy kell elképzelni, hogy a kemence kamrában van 2 hosszirányú sín, azon papucsok, állítva ráhelyezzük a tuskót, tehát a sok tuskó állítva van a kemencébe, majd egy hidraulika hengerrel az egész betétet áttolod a kemencén. Egy tuskó kijön, egy bemegy, ezért áttoló. A rekuperátoros gázégővekkel van ellátva, PLC vezérlés, és ezek a kemencék is a nagy tuskó projekt során lettek átalakítva. A kétféle meleghengersorról, típusról beszélünk, vannak az egyállványos sorok, mint például a köfémnek a meleghenger állványa is,
és vannak a több állványos sorok, amikor teljesen külön válik az előnyújtás, meg a készrehengerlés. Az előnyújtó állvány az mindig egy állvány, a készrehengerlés pedig lehet egy állvány, vagy lehet egy több állványos tandem sor. Tehát ilyen 3-5 állványt használnak. Ennek is megvan az előnye. Az előnyújtó állványt azt lehet a termelékenységre, a nagyfogyásokra optimalizálni, a több állványos tandem sort meg a minőségre optimalizálod, főleg a felületi minőségre. Egy pár szót arról, hogy mi történik a hengerésbe. Tehát látható a két henger, alul felül a munkahengerek, bal oldalon az a bemenő anyag, jobb oldalon a kijövő anyag, de hoztam egy darabot, egy munkadarab, amit egy hasonló üzemzavarkor került ki a henger állványból, kezedbe foghatod, megnézegetheted, amíg én mesélek tovább, azon szépen látható a vastagabb rész, a vékonyabb rész, illetve a hengerekkel érintkező rész, amin az úgynevezett nyomott ív is látszik. Mivel már elkezdtük a virtuális túránkat, ezért ezt látnád, hogyha a meleghenger sor mellett állnánk. Egy kis videó erről látszik, amint a tuskó bemegy a hengerek közé, folyik rá a hűtőkenő folyadék, gőzölög, zaj van, szóval elég látványos az egész. Ez a meleghenger sornak a felülnézeti képe, és bár 71-ben telepítették, ezért mégsem nevezném a múltnak, mivel hát csak a görgősor egyes elemei, illetve a magának a henger, maga a henger állvány, a vas, ami eredeti, az összes többi ki lett cserélve, módosítva lett, tehát így került rá PLC vezérlés, így került rá két csévélő, így kerültek rá hengerkefék a munkahengerek tisztítására, valamint hengerhajlító hengerek a megfelelő szalag profil biztosítására, így került rá vastagságmérő, profilmérő, új hűtőkenő ráviteli rendszer, és amint már a kinti beszélgetésünk során említettem, hiába történt meg a PLC vezérlés cseréje 2000-ben, lassan már az is elavultnak számít és cserére szorul. Űrkorszakot idéző látvány a meleghenger főpult, ja, láthatod, hogy milyen sok képernyőre, kapcsolóra kell figyelni a hengerésznek, milyen sok információt, paramétert kell követnie. Nem véletlen, hogy több év, amíg egy emberből segéd, kormányos lesz a meleghenger soron. A következő képen láthatjuk a munkahengereket a henger kefékkel, illetve a csapágytőkékkel, amelyikben a hengerhajlító hengerek vannak beépítve. A meleghengeret tekercsek, ezek tehát maximum 2000 mm átmérőjű, 880-1620 mm széles és 5-12 mm vastagságú szalagokból tekercselődnek fel. Ezek hűtőtároló helyre kerülnek a hengerlés után, majd innen kerülnek a hideghenger állványra, amikor sikerül a hengerlés, de az élet nem mindig habostorta, nem, és előfordulhat, hogy selejtet is gyártunk. A hűtőkenő folyadék ráviteli rendszert, ezt már említettem, ehhez egy ilyen fúvókákkal ellátott gerendából áll, tehát minden fúvókasor külön szabályozható, ezért nevezzük zóna hűtésnek. És a meleghengersor után picit visszakanyarodunk a múltba, ugyanis az egyes számú NKMC hideghengersor
ez olyan 95%-ban még mindig olyan állapotban van, mint a telepítéskor. Eredeti technika, orsos hengerállítás, a vezérlés elavult, tehát ha látod megnézed a pultot, akkor láthatod, hogy milyen színvonalat képvisel, és pont ezért csak cseppmintás szalagok gyártására használjuk. Arra tökéletesen megfelel ezzel a kis sebességgel, amit biztosítani tud. Ez a cseppmintás tekercs, ez a gyártmány kerül le erről a sorról. A kettes számú hidegengersor az eredetileg az egyes számú hidegengersornak a mása volt, de szerencsére az évek során rengeteg mindent modernizáltak rajta. Ennek PLC vezérlése van, a legújabb változtatás az tavaly történt a PLC rendszerben, ennek van hengerhajlító berendezése, képes mérni a vastagságot, és az alapján vastagságszabályozás történik. A sebessége nagyobb, mint az egyes számú hideghengerállványi, 500 méter per perc, viszont nagy hátránya, hogy nincs síkifekvés szabályozás a gépen, ezért a hengerész szemére van bízva, hogy milyen síkifekvő anyagot hengerel. Tehát ez úgy történik, hogy meglazítja a szalagot, és látja, hogy középhullámos, szélhullámos, ennek alapján hajlít egyik irányba, vagy a másik irányba. A következő gép a japán állvány, tehát a hengerműben mindenki így hívta, és így hívja, hogy a japán állvány. Ez a gép lett 1980-ban telepítve, akkor nagyon modern gépnek számított, most már elavult. A mérnök irodás kollégáim meg az egész vezetés azért küzd, hogy minél előbb fel tudjuk újítani a gépet, főleg a vezérlését. Ami megkülönbözteti a kettes számú hideghengerállványtól az, hogy ez csak egy irányba hengerel, tehát azért nem reverzáló hideghengersor, és van rajta síkifekvés szabályozás. Tehát a hengerész helyett itt automatika méri a szalag feszülést a mérőgörgőn, és avatkozik be hajlítással, illetve a hűtőkenő folyadék adagolással. Ez a gép már 1200 méter per perccel pörög, és a minimális vastagság az 0,2 mm. Tehát nagyon sokáig ez volt a készre hengerő állványa a köfénbe. És most átlépünk a jelenbe. Legmodernebb hideghengerállványunk egy Akenbach gyártmányú vékony szalag hideghengersor. Azért vékony szalag hideghengersor, mert 40 mikron a minimális vastagság, amit hengerünk, az már egy ilyen fólia előtermék. És ami nagy változás a többi géphez képest, hogy van egy olajgőz, egy modern olajgőz lecsapató rendszere, ugyancsak egy kép a vezérlő pultról, ez a legmodernebb vezérlő pult az egész hengerműbe, hangszigetelt, tűz és robbanás álló, sőt, saját szellőzéssel rendelkezik, amire azért van szükség, mert a kabinban túlnyomásra van szükség annak elkerülésére, hogy például a széndioxid, a tűzoltórendszer, ha széndioxidot enged el tűz esetén, vagy bármilyen szalagszakadás esetén, akkor ne jusson be a széndioxid a kabinba. Egy kis videó az állványnak a kimenő oldaláról, ott látszik a szalag, amint megfeszül a síkifekvés szabályzó görgőn, majd feltekercselődik a csévélőn. És végül nem fejezhetjük be ezt a beszélgetést anélkül, hogy ne beszélnénk arról a műhelyről, amely biztosítja a hengersorok számára a jó minőségű
hengert, tehát a szerszámot. Ez a általunk henger csiszoló műhely, ahol a legújabb fejlesztés a Herkules hengercsiszológép, ami 2007-ben lett telepítve a vékony szalag projekt kapcsán, és erről azt kell tudni, hogy ez egy modern CNC vezérlésű gép, a beállított profilt azt automatikusan leköveti, és a beállított program alapján, a beállított paraméterek alapján a köszörülést elvégzi. Ezen kívül kettő darab régebbi gép biztosítja a henger és görgő köszörülést a hengermű számára. Az egyik egy Waldrick gyártmányú, ugyancsak CNC gép, ezen a nagyobb hengereket köszörülik a meleghenger állványszámára, illetve a támhengereket. Van még egy nagyon régi orosz görgő köszörű, amit már nem nagyon használunk, mert azóta vásároltunk egy modern Joria köszörűgépet, amin a hengermű összes görgőjét, illetve a hasítósoroknak a késeit meg tudjuk jó minőségben köszörülni. Most a beszélgetésünk végére értünk, én köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm, hogy itt voltál, nagyon érdekes volt, és nagyon jó volt nézni, hogy egy gyár mennyit tudott fejlődni 80 év alatt. Köszönöm, hogy beszélgetettünk.